Gyilkoston tartották meg a 4. székelyföldi magyar városok polgármestereinek találkozóját, melyen Gyergyó Szent Miklós önkormányzata volt a házigazda. A gyergyói medencében a vártnál több mezőgazdasági támogatás igénylést tettek le a gazdák. Takarmányozási, sajtkészítő, kerttervezés és konyhakert kialakítás témakörökben indul képzés Gyergyó Szent Miklóson a Caritas vidékfejlesztés ágazata keretében. Köszöntöm nézőinket, friss híreinket látják a héten utoljára. Jó estét kívánok! Gyilkoston tartották meg a 4. székelyföldi magyar városok polgármestereinek találkozóját május 18-án. A találkozón a 14 állandó székelyföldi magyar városi polgármester közül 12-en jelentek meg. Kipróbálták a Gyilkostó fölött magasodó kis cohádra épített vasalt utat, majd különféle előadásokon és szakmai megbeszélésen vettek részt, melynek célja a politikai hovatartozástól, pártszínezettől független együttgondolkodás, a közös probléma megoldás és az adott projektek, ügyek mentén történő együttműködés. Gyergyó Szent Miklós első alkalommal volt házigazdája a székelyföldi magyar városok polgármesterei találkozójának. A rendezvény 4. kiadását a Gyilkoston tartották, melyen Sepsiszentgyörgy, Csíkszereda, Kézdivásárhely, Székelyudvarhely, Barót, Borszék, Szováta, Székelykeresztúr, Szentegyháza, Tusnádfürdő, Kovászna és Gyergyó Szent Miklós polgármestere volt jelen. Erdőszentgyörgy és Nyárádszereda elöljárói ezúttal nem tudtak részt venni a találkozón. A szakmai megbeszélés fő témája Székelyföldet érintette, ezért az előadás is ebben a témában zajlott. Olyan témákat boncolgattunk, amely az egységes székelyföldi arculat kidolgozását, vagy destináció menedzsmentnek az elfogadását, megvalósítását célozná meg, de a turisztikai tartalmú előadások mellett helyt kapnak olyan beszélgetések, előadások is, amelyek a közös értékeinket, népművészeti értékeinket, néphagyományainkat fogják boncolgatni, annak érdekében, hogy egységesen figyeljünk arra az épített örökségre elsősorban, amelyet örököltünk a korábbiaktól. Nagy Benedek a székelyföldi destináció marketingről beszélt, Csibi József a turisztikai menedzsmentről értekezett. Kolumbán Gábor faluváros együttműködés szüksége, lehetőségei és módozatai a Székelyföldön című előadását hallhatták a jelenlévők, zárásként pedig Kis Portik Irén a székelyföldi város és faluképet ismertette. Az előadók sorában ott volt Mezei János is, aki az általa elindított Talentum programot népszerűsítette a jelenlévők körében. Konkrét hozadéka egy találkozónak nem lehet, mondta Nagy Zoltán polgármester. A cél az, hogy a megbeszélés sorozat által a politikai hovatartozástól, pártszínektől függetlenül együtt gondolkodás alakuljon ki, közös probléma megoldás szülessen, és a fejlesztések kapcsán is együtt tudjanak működni. Minden kapcsolat az ismerkedéssel kezdődik. Tehát az is a célunk, hogy egymást megismerve, egymás gondolatait, problémáit megismerve, majd később megoldásokat is tudjunk találni. Most még abban a fázisban vagyunk, amikor első alkalommal megyünk el minden településre ebben a minőségben és ebben a fórumban, de ez hosszú távú együttműködésként fog majd eredményt hozni, hiszen az együtt gondolkodás, együtt beszélgetés, közös projekteket is fog majd szülni. Most a mai napon is például a közös TDM hálózat kidolgozását és megalakítását is megcélozza, amely minden székelyföldi város csatlakozására is számít. Tehát a mai beszélgetés ezt is már megcélozza, egy közös megállapodással tudjunk majd tovább menni, és a későbbiekben természetesen mindig az adott helyzetben további problémákat próbálunk megoldani, orvosolni, illetve információkat cserélni, hiszen vannak polgármestereink, akik több információhoz jutnak, akár pályázatok, projektek kapcsán, és vannak, akik kevesebbhez, és most van a kellő alkalom arra, hogy ezeket a kérdéseket és információcseréket meg tudjuk tenni. A találkozó megszervezését két havonta tervezik, mindig más és más településen, hogy a vendéglátóváros képviselői hasonlóképpen tudjon beszélni a helyi lehetőségekről, problémákról, fontos tudnivalókról. A Hargita megyei munkaerő elhelyező ügynökség felhívja a végzős diákok figyelmét, hogy május 27-e és július 25-e közötti munkanapokon kötelesek bejelentkezni, mint munkát kereső személyek, ahhoz, hogy igényelhessék a munkanélküli segélyt.
A bejelentkezéshez szükséges iratcsomó a következő aktákat kell tartalmazza: személyi igazolvány eredeti és másolat, születési bizonyítvány eredeti és másolat, iskolai végzettséget és szakmai végzettséget igazoló akta eredeti és másolat, orvosi igazolás a családorvostól, ami jelzi, hogy a személy munkaképes vagy sem. A végzősök a dokumentumok leadását megelőzően május 27-től a www.hargita.anufm.ro internetes oldalon online programálást kell kérjenek. A felsőfokú végzettséggel rendelkezők 60 nap alatt jelentkezhetnek be a munkaerőfoglalkoztató ügynökségeken. A határidő az utolsó év befejezésétől vagy az államvizsga dátumától számítódik. Elfogadták az új gépjármű felelősségbiztosításról szóló törvényt. A múlt év végén megszavazott, a díjakkal kapcsolatos korlátozás ma járt volna le. Döntőházként elsöprő többséggel elfogadta a képviselőház a kötelező gépjármű felelősségbiztosításról szóló új törvényt. Ennek értelmében az egyik újdonság, törvény kötelezi a biztosítókat, hogy 30 nappal a kötvény lejárta előtt értesítsék a biztosítás tulajdonosát annak megújítási határidejéről. Megmarad a bónusz-málusz rendszer, tehát a balesetesek többet fizetnek, a baleset nélküli sofőrök kevesebbet. Az újdonság, hogy ezután a gépkocsi vezető történelmét veszik alapul, és nem a gépjármű koccanásait. A kárrendezésben több újdonság van. Ha kárt szenved az ember és az okozó biztosítója nem megfelelő a kárvallott számára, a saját biztosítójától kérheti a kártalanítást, majd a kárrendezés a két biztosító között zajlik. A törvény szövegében Bujovszki Lórán biztosítási szakember szerint többek között ezek a leglényegesebb változások. A kötvények díjszabásának felső határa eltűnik, viszont megjelennek a referencia árak. A referencia árak gyakorlatilag úgy tekintendők, mint ajánlat, és a piac átlag statisztikái szerint vannak kiszámolva. Ez már generál bizonyos problémákat, mert ugye a statisztikája nem minden biztosítónak egyforma, és ha vettek egy országos átlagot, akkor egyeseket pozitívan, másokat meg negatívan fog érinteni. Amennyire én ismerem a piacot, az összes kötelező gépjármű felelősség biztosítást forgalmazó cég közül körülbelül kettő jár jól, és a többi rosszul. Ez a törvény végrehajtási utasításainak hatályba lépését követően kristályosodik ki. A referencia értékre vonatkozóan pozitív vagy negatív korrekciót alkalmazhat a biztosító a saját statisztikáival megalapozva azt. A statisztikák majd foglalkoznak a nagyon magas kárhányaddal rendelkező gépkocsi vezetőkkel. Ezeknek nem lehet majd alapáron vásárolni kötelező gépjármű felelősség biztosítást. Ezt a feladatot áthárították a román gépjármű biztosítók irodájához. Ez eddig csak a külföldi kárrendezésekkel foglalkozott, de most megkapja ezt az új feladatot, hogy külön kiszámolja a magas kockázatú gépkocsi vezetőknek a biztosítási díjat. További újdonság a törvény szövegében, hogy a kárvallott személy szabadon megválaszthatja a szervízt, ahol megjavíttathatja a gépkocsiját. A szervízben, aki hamisított alkatrészeket használ, 3-7 évig terjedő börtönbüntetést kockáztat. Június 2-a munkaszüneti nap lesz a közalkalmazottak számára, ezt a napot pedig június 10-én egy nap alatt vagy június 16-áig a munkaidő meghosszabbításával kell bepótolni, döntötte el a kormány. A kormányhatározat nem érvényes a folyamatos üzemben működő szolgáltatásokat biztosító közalkalmazottak munkarendjére, valamint azokra a bírákra és ügyészekre, akiknek június 2-ára kitűzött tárgyalásuk van. Mint ismert, idéntől a Nemzetközi Gyermeknap hivatalos munkaszüneti nap Romániában. Június 1-e csütörtökre esik, és ugyanazon a hétvégén van a katolikus és az ortodox pünkösd is, tehát június 5-e az ünnep másodnapja is hivatalos munkaszüneti nap lesz. A gyermeknap és a pünköst közé ékelődő pénteket munkaszüneti nappá nyilvánításával a közalkalmazottakra és a diákokra egy 5 napos mini vakáció vár a következő hónap elején. Május 15-e volt az utolsó nap, amikor még letehették az egységes mezőgazdasági támogatás igénylésüket a gazdák. A Gyergyói medencében a vártnál több kérést vettek át. Most a leadott dokumentumok átvizsgálása következik, majd július 1-től ellenőrzésekre számíthatnak az érintettek. Október 16-ától pedig már érkeznek az előlegek a támogatottak bankszámláira.
Az eddig megszokottól eltérően idén nincs késedelmi időszak a mezőgazdasági támogatás igénylésben. Aki nem tette le május 15-ig a kérését, erre az évre nem kaphat pénzt. A beérkezett dokumentumok összegzése már megtörtént. Az utolsó napon a mezőgazdasági intervenciós és kifizetési ügynökség Gyergyószentmiklósi irodáján is elvettek 10 állatos kérést, hogy ezzel is segítsék a gazdákat. Tavaly 4150 kérésünk volt, amiből 150 kérés az csak állatos kérés volt, és ezek a személyek az idén nem tehették le itt nálunk a kéréseiket, hanem Csíkszeredába kellett letegyék. Most volt ezek közül olyan személy, a 150 személy közül, aki időnközben bérelt területet, és ezért nálunk tette le a kérését. Így 2017-re 4094 kérésünk lett, és állítom, hogy az ÁPIA szempontjából csak azok nem tettek le kérést, akik hanyagok voltak, vagy akik azt hitték, hogy még ez az időszak meg fog hosszabbodni. A Gyergyói medencében 4000 kérésre számítottak, de ennél több érkezett. Ezek az igénylések 20000 hektár területet fednek le úgy, hogy egyenként 50 hektárnál kisebb felületekről szólnak. Ehhez még hozzáadódnak a nagy gazdák, köztük a közbirtokosságok, társasok, egyesületek is. Több mint 800 kérésünk volt, ami állatos. Itt beleértem azt, hogy van a nemzeti támogatás, ami referencia alapú, abból van a legtöbb kérésünk, de lényegesen nőtt azok száma, akik prémium támogatást igényeltek, úgy a szarvasmarháknál, mint a juhoknál, kecskéknél. Így szarvasmarháknál több mint 230-240 kérésünk lett. Itt beleértem azokat, amelyek tejkontroll alatt vannak, tehát tej minőséget ellenőriznek, mennyiséget, és erre prémium támogatást kapnak, illetve van már egy pár húsos gazdánk is, akik húsra tesznek le, itt beleértjük az angus szarvasmarhára támogatott állatokat, illetve szürke marhát, vagy pedig azokat, akik piros tarkával dolgoznak, de húsvonalra indultak el. A következő időszakban egészen június végéig átnézik az igényléseket és kijavítják az esetleges hibákat. Többek között vannak olyan gazdák, akik területeiket egymásra rajzolták, tőlük kiegészítő aktákat kérnek be. Július 1-től kezdődnek az ellenőrzések. Az ellenőrzések eltartanak július 1-től október 15-ig. Október 16-ától már előleget fogunk adni a gazdáknak. Az előleg periódusa az október 16 és december 1 közé tehető, december 1 után pedig már a végleges kifizetésekkel fogunk dolgozni. Tehát az, aki ellenőrzés alatt lesz, az egy picit később fogja megkapni a támogatását. Jelzem, hogy minden évben a letett kérések végleges kifizetési határideje a következő év június 30-ára tehető. A gazdák tehát nem csak a mezőn kell dolgozzanak, hanem megszokott nyilvántartásokat is kell vezessék. Ellenőrizve lesznek a területek, az állatok, a trágyatárolók, a vegyszerezés egyaránt. Elindult a Roncsautó és a Roncsautó Plusz program a természetes és jogi személyeknek egyaránt, nyilatkozta Graciela Gavrilescu környezetvédelmi miniszter. A miniszter megerősítette, hogy 2017-ben 180 millió lejtszán a tárca a környezetvédelmi alapból finanszírozott Roncsautó programra, és 45 millió lejt a Roncsautó Plusz programra. A Roncsautó Plusz programban azok, akik elektromos autót kívánnak vásárolni, 10.000 euró támogatásban részesülnek, és akárcsak az elmúlt két évben, idén is 6.500 lejes értékjegyjára lecserélt használt autókért. A pályázati kiírás újdonsága, hogy a károsanyag kibocsátás függvényében küszöböket ír elő a megvásárolandó gépkocsikat illetően. 2017-ben legtöbb 130 g per kilométeres széndioxid kibocsátású autót lehet vásárolni az értékjegy felhasználásával. Újdonság ugyanakkor az is, hogy azok, akik a Roncsautó Plusz programban elektromos autót kívánnak vásárolni, és otthon van egy 8 évnél idősebb autójuk, nem kell feltétlenül leadniuk azt. A 10.000 eurós támogatás mindenképpen jár. Ha azonban mégis úgy döntenek, hogy leadják régi járgányukat, akkor az 6500 lejes értékjegyet hozzáadhatják a 10.000 eurós támogatáshoz, és úgy vásárolhatnak elektromos gépkocsit.
Takarmányozás, sajtkészítő, kerttervezés és konyhakert kialakítás témakörökben indul képzés Gyergyó Szent Miklóson a Gyulafehérvári Caritas vidékfejlesztés ágazata keretében. A képzések időtartama változó, de elméleti és gyakorlati ismereteket is elsajátíthatnak az érdeklődők. A tanfolyamok díjkötelesek és előre be kell jelentkezni, hiszen a helyek száma korlátozott. A Gyulafehérvári Caritas vidékfejlesztés ágazata az áprilisi nagyszabású képzéssorozatának kiegészítéseként újabb tanfolyamokat indítanak május végén, június elején. A tavaszi képzéssorozat nagy sikerrel bírt, a pozitív visszajelzésnek köszönhetően folytatják az elkezdett munkát, hogy újabb kaput nyissanak meg a gazdák számára, ami a külföldi, jól bevált svájci módszerek megismerését illeti. Május végén két nagy tapasztalattal rendelkező svájci szakember, Konig Münder és Röbi Weber látogat el Gyergyó Szent Miklósra. Ez egy kétnapos képzés, a takarmánykészítő képzés, mely keretén belül szó lesz vágási magasságbeállításról, gépbeállításról, takarmány tárolásáról, nedvességmérésről. Ennek különlegessége az, hogy sokkal inkább gyakorlati képzés, tehát kint leszünk terepen, erdőn, mezőn, legelőn fogjuk megállapítani a növényzetnek az összetételét, jótékony hatását az állatokra nézve, úgyhogy ez mindenféleképpen úgy gondoljuk egy nagyon hasznos képzés, gyakorlati ismereteken alapuló képzés lesz. Sajtkészítő tanfolyam is indul. A képzés során a svájci módszerekben nyerhetnek betekintést a jelentkezők, hallhatnak a tejhigiénia fontosságáról, illetve megtanulhatják, hogyan érleljék, tárolják a már elkészített sajtokat. Hosszú idő után Konrád Suter fog kezdőknek sajtképzést tartani, tehát ő fogja bevezetni az érdeklődőket a sajtkészítés tudományába, rejtelmeibe. A harmadik képzés a kerttervezést, a konyhakert kialakítását célozza meg. Ennek elsajátításáról hallhatnak tudnivalókat az érdeklődők. A tavaszi szép idő, mindenki kis konyhakert kialakítását gondoljuk, hogy tervezi, tehát ennek a keretén belül lesz egy konyhakert, háztáji kertészkedés képzésünk. Itt szó lesz földművelésről, tehát kisebb földművelésről, gyomokról, trágyázásról, kis konyhakert kialakításáról, a kertben használatos eszközökről lesz szó. A képzések díjkötelesek, páros jelentkezés esetén kedvezményben részesülnek a résztvevők. A tanfolyamok május végén, június elején különböző időpontokban lesznek. Ezekre legkésőbb két nappal a képzést megelőzően kell bejelentkezni a képernyőn látható telefonszámon, és bővebb felvilágosítást a tanfolyamokról és a képzés áráról is szintén a megadott telefonszámon lehet kérni. A MOL Románia és a Közösségért Alapítvány 12. alkalommal hirdette meg a MOL tehetségtámogató programot, kiváló eredményeket elért fiatal sportolók és művészek számára. Az országos program támogatási kerete 350 ezer lej, a pályázatok benyújtásának határideje június 17-e. Pályázni egyénileg és csoportosan is lehet, mind a művészeti, mind a sport kategóriában. Az elmúlt 11 év során a MOL Románia 1261 alkalommal támogatott 1846 fiatal sportolót és művészt, egyeseket közülük több alkalommal is. Az eddigi támogatás összértéke több mint 2 millió 870 ezer lej. Erdélyi turnéra készül az EGRI Gárdonyi Géza Színház, melynek alkalmából Gyergyó Szent Miklóson két előadást mutat be a társulat. Május 23-án kedden délután egy felolvasó színházi előadás lesz, melyre ingyenes a belépés, majd este egy történelmi drámát tekinthetnek meg az érdeklődők, erre elővételben már válthatók jegyek. Kedden 17 órától Sata Árpád rendezésében Máté Kriszta Apróka Eszponka című darabja felolvasó színházi előadásként kerül műsorra a Your Living Roomban. A székely magyar és a csángó magyar kultúrák összefonódását, a nyilvánvaló rokonságot, egytőről fakadt gondolkodást és életmódot kívánja bemutatni. Szeretnék azt is megmutatni, hogy megfér egymás mellett, hogy egy csángó gyerek az okostelefon szolgáltatásai mellett fontosnak tartja csodálatos ősi nyelvének megőrzését, ápolását és továbbvitelét. A felolvasó színházi előadásra a belépés ingyenes. Az EGRI Gárdonyi Géza Színház Vendégség című előadása szintén kedden este 7 órától kerül műsorra a Figuránál. Páskándi Géza történelmi drámája Blaskó Balázs rendezésében tekinthető meg a színház nagytermében.
Ügynökök, zsarolók és megzsaroltak élnek köztünk gondtalanul, megbújva, névtelenül ma is. Ezért rendkívül aktuális az 1995-ben elhunyt drámaíró, 1971-ben született történelmi drámája, mely Dávid Ferenc unitárius püspök 1578-ban történt elveszejtéséről, a besugás fondorlatos természetrajzáról szól. Jegyek ára 10 lej, diákoknak, nyugdíjasoknak 5 lej. Jegyek válthatók munkanapokon 10 és 16 óra között a Figura jegyirodájában, vagy előadás előtt 1 órával a színház előcsarnokában. Az Országjárók, Világjárók előadás sorozat következő 34. részét május 22-én hétfőn 19 órától tartják a Gyergyószent Miklósi Művelődési Ház színház termében. Az előadás címe Izland, a külső és belső erők játszótere, melyet Tatár Attila előadásában hallhat a közönség. A belépés ingyenes. Ezek voltak híreink május 19-én. Hétvégén hírösszefoglalóval várom Önöket a képernyők elé. Szép estét, a viszontlátásra!